Mindenki Akadémiája színpadán ma este Pap Norbert, geográfus. Üdvözlöm Önöket! Pap Norbert vagyok, geográfus történész, a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Pap Norbert fél évvel ezelőtt kutatótársaival olyan történelmi kincsre bukkant, amely világszenzáció. Szigetvár közelében első Szulejmán sírját tárták fel. A hír azóta nem csak a magyar, hanem a világ sajtót is bejárta, és bár Pap Norbert már gyermekként rajongott a keleti kultúráért, elképzelni sem merte, hogy 47 éves korára ekkora szakmai sikert tudhat majd magáénak. Az én érdeklődésem a Kelet, a Balkán és az iszlám világ felé az valamikor gyermekkoromban született meg, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozok most 41 néhány évesen kutatóként, tehát nem a véletlenek vezettek a pályámon, hanem ezek a gyerekkori vágyak, gyerekkori álmok. Abban már a középiskolában biztos volt, hogy felnőttként történelemmel vagy földrajzzal foglalkozik majd. Az érettségi után éppen ezért egyenes út vezetett a Pécsi Tudományegyetemre, ahol mindkét szakot elvégezte. Azok a tanár egyéniségek, akik meghatározták a pályámat, ők ezt a fajta az érdeklődésemet támogatták. És az egy kérdés volt, hogy geográfusként vagy történészként fogok inkább dolgozni. Valahogy sikerült mind a kettőt megőriznem, de inkább a geográfia felé billent a hangsúly. Pap Norbert döntését mentorai, kedvenc tanárai is támogatták, akik mind a mai napig nagy hatással vannak rá. Geográfusként Tóth József professzor úr hatása az biztos, hogy döntő volt a pályafutásomra. Szoros személyes kapcsolatunk is volt. Sajnos ő már nincsen köztünk, de azért az öröksége még él. Ő nagyon erősen támogatta ezeket a törekvéseimet, amikkel aztán foglalkozni kezdtem. Ma pedig már ő áll a katedrán, és osztja meg tudását a fiatalokkal, természetesen Pécsen, az Alma Máterében. Az okos diákok inspirálnak. A mesterkurzusok és a doktoriskolai kurzusok azok, amik a legnagyobb örömet okozzák nekem. Én szeretem a partnerséget a diákjaimmal, ami igazán inspiráló, és amiért érdemes ezt a felsőoktatói munkát végezni, az együtt gondolkodás a hallgatókkal. Ez az, ami igazán sok plusz pozitív energiát ad. Hölgyeim és uraim, egy egzotikus utazásra, egy kalandra hívom Önöket, egy olyan kalandra, amiben a geográfusoknak utoljára a 19. században volt lehetősége részt venni, hogy mi volt ez a kaland, rögtön kiderül. Norbert számos könyvet és tanulmányt írt. Szenvedélyesen szereti a munkáját, kikapcsolódásra csak kevés ideje jut. Ha mégis marad némi szabad ideje, azt feleségével és három gyermekével tölti. Ez nem olyan munka, amit az ember 8-tól 4-ig vagy valamilyen korlátos idők között tud művelni, és számomra nem is az okoz problémát, hogy most tudok-e eleget foglalkozni a munkával, hanem inkább a lekapcsolódás, aki jelenti a problémát. Jellemző rám, hogy éjjel forgolódok, nem tudok aludni hajnali 2-kor, vagy éjjel 2-kor lemegyek a dolgozószobába, bekapcsolom a gépet, és elkezdek írni, mert ott motoszkál bennem valami. Amikor egy tanulmányt írok, vagy könyvet írok, az egy ilyen jó érzés is, de ugyanakkor egy szörnyű kín is, mert a szülésnek a kínjai, ami megterheli persze a környezetemet, a családomat és a barátaimat, vagy hogy nem lehet velem beszélni bizonyos időszakokban, mert csak egyféle témán járnak a gondolataim. Igen, ez a probléma. Gyakran fordul meg Jakovali Hasszán pasa pécsi dzsámiában. Ez a kedvence a Magyarországon fennmaradt hat közül. Ráadásul nagyban hasonlít a tavaly feltárt Szulejmán türbéhez. Valami iskolai kirándulás alkalmával, amikor eljöttünk Pécsre, akkor jártam itt először, és hát nagyon egzotikus épület. Méretei, dimenziói ennek az épületnek hasonlíthatók. Ez nem pont ugyanilyen volt, ez egy provinciális épület volt, az egy nagyvezíri dzsámi, de ha ezt megnézzük, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett a Szulejmán mauzóleum mellett álló egykori nagyvezíri dzsámi. A
A színpadon dr. Pap Norbert és témája Nagy Szulejmán sírja Szigetváron. Hölgyeim és uraim, a kutatás, amiről majd be fogok itt önöknek számolni, egy olyan eseménysorozattal kezdődött, amely 1566. szeptemberében játszódott le. Egészen pontosan 1566. szeptember 6-áról 7-ére virradó éjjel, miközben egy oszmán sereg Szigetvárt ostromolja. Hát drámai események történtek az ostrom tábor központjában is, ami a szultáni sátor. Haldoklik a világtörténelem egyik legnagyobb uralkodója, utolsó perceit éli Szulejmán, a törvényalkotó, az oszmánok legnagyobb uralkodója. Valamikor éjjel, 1 és 2 óra között leheli ki lelkét, és egy olyan váratlan helyzetet teremt ezzel, aminek a megoldása hát nem volt egy egyszerű történet. Tudni kell, hogy az oszmán szultánok jellemzően otthon haltak meg, a dinasztia uralkodói jellemzően nem csatatéren hunytak el. Tehát nem nagyon volt protokoll, hogy mit kell tenni ilyenkor, és ez a helyzet, ami kialakult, ez egy roppant veszélyes helyzet volt. Nagyon veszélyes, mert az ostrom során az oszmán sereg, ami kb. 60 ezer fős volt, elvesztett mintegy 20 ezer harcost, és a közelben, hát Győrben, Győr mellett egy jelentős méretű keresztény sereg gyülekezett. A sereg vezetői, Esma Szokulu Mehmed nagyvezír, nagyon tartott attól, hogy a szultán halálának a kitudódása az káoszhoz vezethet, demoralizálja a hadsereget, és veszélybe kerül nem csupán a hadsereg, de a maga az oszmán birodalom is. Valamit kellett tenni, időt kellett nyerni. Most ez az időnyerés, ez abban állt, hogy nem jelentették be a szultán halálát, a trónörököst Szelimet értesítették, aki elindult átvenni apja örökét, és ahhoz, hogy ezt az eltitkolást meg tudják valósítani, ezért a szultán orvosai kezelésbe vették a holttestet, elkezdték szárítani, szállítható állapotba igyekeztek hozni, és ez az eljárás, amit követtek, vezetett végül azokhoz a körülményekhez, amelyek miatt a mi kutatásunk indokoltá vált, nevezetesen, hogy a szultán testét 42 napig eltemették egy ládában, és a kezelés során legalább kétszer emelték ki ebben az időszakban a testet, kivették a belső szerveket, amiket nem lehetett kiszárítani, tehát nem lehetett így biztosítani a szállítását, hiszen hát szeptember volt, meleg volt, a bogarakat is vonz a egyen rothadó test. Ezt valami módon meg kellett oldani ezt a eltitkolást. Most a belsőségeket, ahogy eltemették, és a testet, ahova elrejtették, ennek a sorsa sajátosan alakult aztán idővel. Mint tudjuk, a válság elhárult, nem tudódott ki a haláleset, a belsőségeket ugye eltemették, a testet visszaszállították Isztambulba, és Szelim is át tudta venni az apja örökét. A szultán testét egy türbébe helyezték el Isztambulba, még 1566 őszén, és azon a helyen, ahol a teste ideiglenesen 42 napig a föld alá került, és ahol a belsőségeit a feltételezések szerint eltemették, szultáni parancsra mintegy 10 évvel később egy emléktürbét emeltek, és a türbe mellé pedig hát különböző más épületeket, amelyek a megvédését, a kiszolgálását a létesítménynek szolgálták, emeltek. Miután egy háborús határvidéken járunk, ezért egy erőd védte ezt az épületkomplexumot, és a katonáknak a családtagjai, olyan keresztény lakosok, akik meglátták az üzleti lehetőséget egy ilyen helyben, pedig oda költöztek a környékre. Most ez a
komplexum, mint egy 120 évig létezett, és valamikor az 1688-92 közötti felszabadító háborúk idején pusztult el. Most ennek a pusztulása az meglehetősen teljes volt, de azért az emlékezete még néhány évtizedig fennmaradt ennek a helynek, és még a 18. században Szigetvár környékén úgy nagyjából tudták, hogy hol lehetett a Szulejmánnak a türbéje, de aztán a 19. századra már elveszett, különböző legendák, egymással nem is okvetlenül összehangolható legendák támadtak, és a 20. század eleje pedig már úgy érkezett meg, hogy nem tudta senki, hogy hol volt ez a türbe. A kutatás, az elődeim által folytatott kutatás 1903-ban kezdődött, és egy Németh Béla nevű helytörténész monográfiájában összeszedi azokat a hiedelmeket, amelyek Szigetváron ezzel a türbével kapcsolatban elterjedtek, és ennek alapján rakja le azokat az állításokat, amikhez képest aztán a 20. században egészen napjainkig a különböző kutatók vizsgálatokat végeztek. Az, hogy nézett ki ez a komplexumnak a központja, itt látjuk ezen a ábrán, amelyet 1664-ben készítettek, egy Eszterházy Pál nevű, akkor még fiatal tiszt készítette, és hát ott látjuk, hogy egy elalakú épületet, egy derviskolostort mellette, dzsámit és a türbének a helyét, egészen pontosan megjelölve még a Szulejmán sírjának a helyét is látjuk. És hát a kutatásnak a kiinduló pontja jellemzően ez volt, és hát ma is ez. Tehát amikor mi is elkezdtünk kutatni 2013 elején, akkor egy épületcsoportot kerestünk mi is, ahogyan előttünk számosan. A vizsgálati területről ott látunk egy térképet, ott látjuk, hogy Szigetvártól északra, illetve északkeletre vannak ezek a helyek, amelyek gyanúba kerültek. A Magyar-Török Barátság Park az egykori török temető környéke, az egyik helyszín, ahol korábban keresték. Van egy templom, egy turbéki katolikus templom, ahol van egy emléktábla, ami megemlékezik arról, hogy ott halt meg Szulejmán, és hát ott volt a síremléke. Ugye, hát ez egy másik lehetséges helyszín. Alapvetően ezt a kettő helyszínt feltételezték türbe helyszínnek, vagy Szulejmán halála helyének. Hát ment a vitatkozás az elmúlt 110 évben, és hát nem került elő végső bizonyíték, nem kerültek elő az épületeknek a maradványai, olyan tudományos eredmény vagy lelet, ami bizonyíthatta volna, ilyen nem került elő. Ahogyan mi dolgoztunk, az egy picit más volt, mint a korábban a kérdéssel foglalkozók. Mi egy földrajzi szemléletű kutatást hajtottunk végre. Ez a kutatás egy tájrekonstrukciót irányzott elő. Itt látunk a 17. századi tájrekonstrukciós képet. Ezt a kollégáim, Gyenizse Péter és Bognár Zita végezték el ezt a modellezési munkát, és hát ebből kiderült, hogy Szigetvár környéke meglehetősen másképpen nézett ki akkoriban, mint ma. Sokkal vadabb volt a táj, vizesebb, nagy kiterjedésű vízfelületek voltak, mocsarak, és más volt a vegetáció is, és más volt a földhasználat is. Ebből számos következtetés le lehetett vonni. Például az egyik az az, hogy a Magyar-Török Barátság Park környékén, ahol korábban részben sejtették, az egy ártéri terület volt, olyan hely, ahol időnként víz alatt állt, tehát oda senki nem épített semmit. A másik hely pedig a turbéki katolikus templom, a másik helyszín, a talán legitimebb helyszín, az pedig azért nem jöhet szóba a modellezés szerint, mert annyira mélyen feküdt, hogy onnan nem lehetett látni a várat, tehát a szultán sátrát nem rakják egy olyan mélyedésbe, ahol ő nem látja azt a várat, amit a csapatai ostromolnak. Továbbá ugye a csapatai se látják őt értelemszerűen, ami pedig hát fontos faktora volt a sikernek, hiszen hát tehát az ostromhoz ugye lelkesíteni kellett a katonákat. Hát ez volt a kiinduló pontunk, és mi egy
más helyet kerestünk, egy olyan helyet, amely jóval távolabb van, mint eddig ezt sejtették. A kollégák olyan dokumentumokat, írásos történeti dokumentumokat tártak föl, illetve olyanokat olvastunk újra és elemeztünk egy földrajzi gondolatrendszer keretében, amelyek arra utaltak, hogy a Türbe a vártól keletre, északkeletre 4-5 kilométer távolságra lehetett egy magaslati helyen, egy olyan helyen, ahol a környékén szőlő és gyümölcsösök voltak találhatók, és egy ilyen településnek a képét, egy orientális típusú városias település képét mutatták ezek a források. Nem csak írott források, hanem itt a 6 darab történeti térkép is arra mutat, hogy Turbék városka, így hívták ezt a zarándok települést. Ez egy közepes méretű városias hely volt, Szigetvártól északkeletre, ott a piros nyilak mutatják a települést, és több ilyen térkép még arról is megemlékezik, hogy ez a városka arról nevezetes, hogy Szulejmán szultán ott halt meg. Hogy hogyan nézett ki a város, van egy kis segítségünk, a már emlegetett Eszterházy Pálról készült egy részkarc, és itt látjuk a bal oldalon, hogy a ló lába között van egy kis rajzolat, amely hát nyilván stilizált formában, de mégiscsak árulkodó arról, hogy hogyan nézhetett ki Turbék. Szigetvár fölött egy magaslati helyen mutatja, egy ilyen keleties városkát látunk, minarettel, félholddal a minareten, és hát ugye ez megerősíti a forrásoknak az információ tartalmát, tehát hogy egy olyan városias helyről van szó, amit valami magaslaton kell keresnünk. Az a hely, ahol aztán végül vizsgálódni kezdtünk, ez a Turbék-Zsibóti szőlőhegy teteje, 4,2 km távolságra a vártól keletre. Ma is egyébként szőlők és gyümölcsösök veszik közre azt a helyet, ahol a vizsgálataink végül 2014 végére olyan jelentős épületeknek a nyomaira vezettek, amelyek aztán a régészek érdeklődését is kiváltották, és hát aztán ugye itt sikerült megtalálni azokat a nagy oszmán épületeket, amelyek az egykori településnek a központjához tartoztak. Itt látunk egy 6-os osztatú ábrát, látjuk, hogy hol van ez a terület, a Szilvási Csárda nevű ősi vendéglátóhely közelébe kellett ezt keresnünk. Látjuk, hogy a felszínen nagy kiterjedésben vannak oszmán leletek, tehát több hektárról beszélünk, tehát nagy kiterjedésű lelőhelyről van szó, és ennek a legsűrűbb, legintenzívebb lelet sűrűsége elemezhető központi területén kezdtünk el olyan geofizikai vizsgálatokat végezni, amelyek nagy délkeletre, tehát a Mekka irányra tájolt jelentős épületeket hoztak a felszínre. Itt az utolsó, az F ábra mutatja együttesen, hogy mik ezek a információk, ami alapján aztán a régészeti kutatást meg tudtuk kezdeni. Itt látjuk azt, hogy az épületek pontosan a mekkai irányra vannak tájolva. Az egyik épület annyira pontosan, hogy kisebb az eltérése a mekkai iránytól, mint egy fok. Itt látjuk ennek a helynek a fotóit, ahol a vizsgálatok zajlanak. A bal oldalon látjuk, hogy ott gyümölcsösök, szőlők vannak, ugyanúgy, ahogyan a 17.-18. századi források erről megemlékeznek. Itt látjuk egy széles, méter vastag falu épületnek a maradványait, itt látjuk ennek a nagy, minden bizony a kupolát hordozó falaknak a észak-keleti csücskét, sarkát, látjuk a kollégákat, Kitanics Mátét, a kutatótársamat, aki végig velem dolgozott, sárga pólóban ő az, amint az épület közepén található rabló gödörből emeli ki a különböző leleteket 2015 őszén. Olyan maradványok kerültek elő ebből a gödörből, egy ilyen 2 méter mély gödörre kell gondolni, ami tele volt mindenféle épület maradványokkal, díszítő elemekkel például, amelyhez hasonlót az szulejmáni
türbében, csak a másikban, tehát az isztambuli türbében lehet látni. És hát török kollégáink, akikkel együtt dolgozunk, ők úgy azonosították, hogy ez egy szultáni épület volt, jellemzetességei alapján pedig úgy gondoljuk, hogy ez egy türbe lehetett, hiszen nem volt jele annak, hogy mellette minaret lett volna, vagy mihráb fülke. Ugye a két lehetőség volt, hogy vagy egy kis dzsámiról, vagy a türbéről van szó. Itt vannak ezek a jellegzetességek. Ugye Hanc Erika kolléganő, a régészünk, tartja kezébe ezt a palmettás díszítő motívumot. Ugye ilyet lehet Isztambulba látni azon a bizonyos másik türbén, aminek láttuk a képét, illetve ilyen pompás kőfaragványok díszítették az épületet, mint a palmettás képtől balra láthatunk. A kutatást persze folytatni kellett, hiszen ez még nem volt végső bizonyíték. A végső bizonyítékot azt a 2016-os évben nyertük el, amikor is hát a szomszédságában álló további épületeket is feltártuk. 16 május végétől július közepéig zajlott az ásatás, amelynek itt láttunk egy átnézeti képét. Előtérben a most már ugye konfirmált türbe épülettel, Szulejmán halálának a helyével, és mellette pedig balra látjuk a dzsámi, és mellette még a dervisek kolostorának a maradványait is. Hogy hogyan kezdődik egy ilyen ásatás? Hát úgy kezdődik, ahogyan a bal oldalon látjuk a dián, tehát hogy geofizikai vizsgálatok megmutatták nekünk, hogy a felszín alatt kis mélységben hogyan helyezkednek el az épületek falai. Ezt ennek alapján indult el aztán az ásatás, ami produkálta a maradványokat. Itt látjuk felülnézetből, illetve a már teljesen kitakart épületnek a maradványait, és a végén egy videófelvételt nézzünk meg, ahogyan a drón felvétel ugye ráközelít a lelőhelyre, a szőlőhegy tetején található lelőhelyre. Ott látjuk a munkálatokat, ahogy a kollégák dolgoznak, ahol feltártuk ezeket a jelentős méretű épületeket. A kutatás nem áll meg, a területnek kb. 5%-át tártuk föl, tehát van még bőven mit dolgozni, és reméljük, hogy még sok szép lelet kerül elő, sok jó cikket tudunk majd írni erről a lelőhelyről, erről a vizsgálati területről. Mostanában már nem is azon folyik a vita, hogy vajon megtaláltuk-e Szulejmán halálának helyét, megtaláltuk-e a síremlékét, hanem inkább arról folyik a vita, hogy mi legyen ezzel a hellyel, hiszen lassan előkerülnek azok a kérdések, hogy meg kell egy ilyen helyet valami módon őrizni, kell biztosítani a bemutathatóságát, és hát ha majd jönnek a turisták, annak a helyiek, legalábbis mi úgy látjuk, meglehetősen örülnek, de egyben persze vitákat is vált ki, hogy vajon Magyarországon Szulejmánnak lehet-e, szabad-e ilyen emlékművet állítani, és hát ezekre józan kompromisszumokra kell majd törekedni, és meg kell állapodni a feleknek, elsősorban a két állam képviselőinek, tehát a magyar kormánynak és a török kormánynak, hogy mi legyen ennek a egészen páratlan lelőhelynek a hosszú távú sorsa. Köszönöm szépen a figyelmüket! Az előadás nagyon tetszett, nagyon szépen és érthetően mondta el, szemléltett dolgokkal az előadó a történetet. Részemről azért is érdekes, mert én fiatal lánykoromban régen szerettem volna lenni. Hát sajnos nem az lett belőlem, de most láttam, hogy mi az, amiben részem lehetett volna. Azt láttam legérdekesebbnek, hogy egy olyan helyen is kincsekre lelhetünk, ahol nem is gondolnánk. Hogyha a nagy közönség előtt is meg fog nyílni, akkor nagyon szívesen megnézem, mert a jelen megértése a múlt ismerete nélkül
elképzelhetetlen szerintem. Én nagyon izgalmasnak találtam, hogy Magyarországon egy ilyen csodálatos lelőhelyet találtak, ahogy gyakorlatilag épségben megőrizték ugye ezeket a nagyon fontos török emlékeket. Szulejmán egy nagyon-nagyon nagy uralkodója volt az Oszmán Birodalomnak, és akár a világon is mondhatjuk, hogy egyedülálló volt szinte. És hogy ennyire épségben megtalálták a régészeink, ez egy nagyon jó dolog. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.